Sziasztok, Viktor vagyok, Bogolát csatornájáról, és ez itt az év utolsó adása. Biztosan megfordult a fejetekben, hogy mi a fenét keres Viktor december 31-én a kamera előtt, és miért nem inkább a családjával van, főleg így este 7 órakor, mármint japán idő szerint. Erre egész egyszerűen az a válasz, hogy sajnos egyedül töltöm ezt a szilvesztert, ugyanis az elmúlt pár nap egy kicsit ilyen csavarosra és érdekesre sikeredett a családunkban, és erről szeretnék röviden beszélni. Remélem emlékeztek, hogy december 27-én, amikor a mi kis itteni karácsonyunkat ünnepeltük Bogival és Misikével, akkor még minden szuper volt, nagyon jól éreztük magunkat. De aztán utána sajnos a másik nap, vagyis hogy a következő nap, 28-án nekem be kellett mennem dolgozni, de reggel mielőtt elmentem volna, éreztük, hogy Misik egy kicsit forró, és megmértük a lázát, és hát 37-8 volt a hőemelkedése. Ez volt szegénykének az első láza életében, úgyhogy gondoltuk, hogy hát nem olyan magas meg minden, de reméljük, hogy nem is lesz belőle gond. Aztán sajnos a későbbiekben, mikor hazajöttem valamiért így munka közben egy pillanatra, akkor megmértük újból, és akkor már 38-6 volt a láza, ami szerintem azért úgy, hát egy felnőttnek is eléggé magas, kisgyereknek gondolom, hogy magas, de úgy még különösebben nem látszott rajta, tehát így jól érezte magát viszonylag, kicsit még nyöszörgött, gyakoroltuk a székben ülés, stb., de így ezen kívül így jól érezte magát. Ezek után vissza kellett mennem egy kicsit a munkahelyre, amit azóta is nagyon bánok, mert amikor elindultam hazafelé, akkor Bogi hívott, hát eléggé pánikolva, hogy sajnos Misikének lázgörcse van, ami, hát hogyha valaki látott már ilyet, akkor azt tudja, hogy ez nem egy vidám dolog. Aki még nem látott ilyet, annak röviden annyi, hogy az egész teste görcsbe rendul a kisbabának, és hát ugye félő lehet, hogy mondjuk ez a belső szervekre is kihat ez a görcs. És hát ez egy veszélyes dolog, tehát hogyha nagyon sokáig tart, akkor konkrétan életveszélyes is lehet. Pontosan így percre pontosan nem tudjuk, de valószínűleg 5 és 10 perc között volt Misikének ez a hát ilyen merev görcs, vagy nem is tudom, lázgörcs, ahogy ezt így nevezik. És amint hazaértem egyből, ugye hát nem volt mit tenni, kihívtam a mentőket, és eszméletlenül gyorsan megérkeztek. Tényleg szerintem tovább tartott elmagyarázni, hogy mi történt, mint mire kértek. Bár feltételezem, miközben magyaráztam, már elindultak a mentők. És hát szerintem így sacra egy körülbelül 3 perc alatt értek ki. Feljöttek a lifttel, én még lent elmagyaráztam nekik gyorsan, hogy mi történt. Feljöttek, kézben elvitték Misikét, betakargattuk. És mire már kiértek az ajtón, addigra kicsit kezdett szegénykém nyöszörögni, és hát ez tulajdonképpen ez egy jó jel, mert ez ugye azt jelentette, hogy kezd kijönni így a görcsből, és hogy így kezd, nem tudom, így magához térni egy kicsit. Berakták gyorsan a mentőbe, rákötötték ugye nyilván az EKG-t, meg stb. Megfigyelő eszközöket, ami muszáj ilyenkor. Bogi beült a mentőbe, és megkeresték az adott kórházat, ahova ugye el tudják vinni a babát, tehát ugye ez nyilván egy ilyen alapprotokoll mentők esetén. Elmentek, megmondták nekem a kórház nevét, én utánuk mentem gyorsan. Utána az első dolog, ami történt, az volt, hogy egy koronavírus tesztet csináltak Misin, ami egyébként megjegyzem, hogy valamiért rajtam meg Bogin nem csináltak, de minden esetre felmerült a kérdés, hogy mi legyen, bent maradjunk-e a kórházba, vagy pedig hazajöjjünk, jobban mondom, bent maradjanak-e ők a kórházba, vagy hazajöjjenek, nyilván csak az egyik szülő maradhat bent vele, ami egyébként még így is nagyon-nagyon szuper dolog, mert hogyha szülő nélkül maradt volna bent, akkor az nagyon-nagyon-nagyon szörnyű lett volna szegénykémnek, neki is, meg nekünk is. Úgyhogy úgy alakult, hogy Bogi maradt bent vele, mert úgy döntöttünk, hogy koronavírus ide vagy oda, a lázgörcs az nem vicc, és az orvos mondta, hogy ez akár előfordulhat utána következőleg még egyszer, meg aztán még egyszer is, tehát 2-3-szor előjöhet, és úgy voltunk vele, hogy ezt mi egyrészt nem akarjuk még egyszer egyedül végigélni ezt az egészet, másrészt meg újból mentőt kell hívni, harmadrészt pedig az orvos azt mondta, hogy így a koronavírusos páciensek eléggé odébb vannak, az a nővér és mit tudom, orvos staff az nem nagyon érintkezik azzal, akik itt ezen a részen vannak, ahol mi vagyunk. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát sajnosban maradunk a kórházban, ami egyébként egy jó döntés volt, ugyanis még aznap is még nagyon magas volt a láza, aztán következő nap a szegénykémnek fölment 40 fok fölé a láza. Lázgörcs már nem volt, de ennek ellenére szerintem ez, hogyha itthon történt volna velünk, hogy ilyen 40 fokos láza van a Misinek, akkor valószínűleg idegroncsok lettünk volna, és egyébként valószínűleg akkor is lehet, hogy mentőt hívtunk volna.
nem vagyunk ennyire tapasztalt és hát ilyen még laza szülők, hanem eléggé aggódunk. Főleg úgy, hogy egy előző nap mondjuk lázgörcse volt. Na mindegy, a lényeg, hogy bent maradtak a kórházban, és azóta is bent vannak, tehát 28-án mentek be, este 6-kor, és ma pedig, ja igen, ma 31-e van, tehát ez azt jelenti, hogy 3 napja bent vannak, és szerintem sajnos még minimum 2 napot bent lesznek. Azóta megjelentek Misike hasán ilyen piros kis pöttyöcskék, úgyhogy feltételezik, hogy ez egy olyan betegség, ami, hát nem tudom, lehet, hogy itt gyakori, Magyarországon én nem hallottam előtte erről, majd mindjárt kiteszem ide a Wikipédián, vagy nem is tudom, valamilyen internetes izén a nevét, amin megtaláltuk, japánul elmondták, természetesen úgy sem ismertem, elmondták, vagyis hogy kikerestem magyarul, úgy sem ismertem, édesanyámat is kerestem, ő sem ismerte, úgyhogy biztos van közületek, aki ismeri, de szerintem azért nem egy ilyen rettenetesen elterjedt betegség. Egyelőre még nem 100%, hogy ez, de azt mondják, hogy nem kizárt, sőt elég valószínű, hogy ez a baj. Ami egyébként olyan szempontból már megnyugtató legalább, hogy nem valami belső szervi, vagy ételmérgezés, vagy akármicsoda, hanem egész egyszerűen egy vírusos megbetegedés. És egyébként a mai nap folyamán már 37-5 környékére lement a láza, lázcsillapítók nélkül, mert egyébként egész nap állandóan azt kapott, amióta bent van. Úgyhogy most már mondjuk úgy, hogy látjuk a végét, szerintem én úgy gondolom, hogy még egy 2-3 napot valószínűleg még bent lesznek, ami azt jelenti, hogy ők sajnos az új évet és a szilvesztert bentöltik a kórházban, én pedig itt töltöm egyedül. Hát úgy vagyok vele, hogy ennél rosszabb soha ne legyen, nagyon örülök, hogy a kisbabánk jól van, és tök mindegy, itt leszek este, úgyhogy sorozatozok, meg ilyesmi. Gondoltam, hogy beszélek egy pár szóban arról, hogy milyen a kórházi szituáció, hogy mik vannak ott és mit tapasztaltunk. Ez egyébként a Himeji Vöröskereszt kórháza, és hát a japán Vöröskereszt Himeji kórháza, hogyha pontos akarok lenni, és ez egy eszméletlenül jól felszerelt kórház, az orvosunk az egy fiatal srác, és eszméletlenül, tehát tényleg annyira kedves, jó fej. Egy másik főorvos szintén nagyon jó fejű felhívott engem telefonon, mondta, hogy én megkértem, hogy esetleg valamit Bogi nem értene, akkor hívjon föl engem is, és akkor ketten összerakjuk a képet, hogy pontosan mi a helyzet. Úgyhogy felhívott telefonon, nagyon kedvesen elmagyarázott mindent. A kórház, amint mondtam, nagyon jól fel van szerelve, tényleg a kaja is tök oké, mondjuk Boginak nem jön kaja egyébként, csak szegény Misikének, de azt megoldjuk. És 6 ágyas azt hiszem a szoba, ahol vannak. Az első este csak egyetlen egy kisbaba volt az anyukájával, aztán utána sajnos, a következő napokban jöttek még, akik szintén kisgyerekek, és ugye sírnak, zajosak, taknyolnak, mit tudom én, úgyhogy mondta Bogi, hogy kicsit nehéz volt aludni, Misike fölébredt rájuk, stb., de hát ez ilyen, gondolom, őket is néha tudta zavarni az, hogyha Misike sírdogált, de a lényeg, hogy jó kezekben voltak, jó helyen voltak, és csináltunk egy pár fotót, gondoltuk, hogy megmutatjuk nektek. Lesznek benne nagyon kis szomorú képek Misikéről, úgyhogy aki ezt nem szeretné látni, az nem tudom, így ugorjon tovább. De egyébként a lényeg az egészben, hogy tényleg ez egy nagyon szép kórház, az új évre készülve vannak ilyen kis, nem tudom, dekorációk, van ilyen játszósarok a gyerekeknek, és azt hozzá sem kell tennem, hogy eszméletlenül tiszta az egész. Ja, még egy dolog, ami sajnos egy ilyen kicsit, hát nem annyira jó, hogy ugye a koronavírus miatt nem nagyon mehetek be a kórházba, és nem nagyon látogathatom őket, tehát így annyi, hogy amikor beviszek nekik valami cuccot, akkor azt így ledobom, és tulajdonképpen ennyi. Azt hiszem, a legtöbb idő, amit ott töltöttem, az ma volt körülbelül egy ilyen 20 perc. Az is egyébként már nagyon jó volt, mert Misi már nem volt teljesen így kiütve, hanem már tudott kicsit mocorogni, meg rossz csontkodni, ahogy szokott, meg elégedetlenkedni. Úgyhogy ennek már nagyon örültem, és nagyon jó volt egy kicsit tényleg így a karomban tartani, meg nem tudom, így magamhoz bújtatni erőszakkal. Úgyhogy én úgy látom, hogy most már tényleg helyre fog jönni, viszont ez egy nagyon durva 2-3 nap volt, főleg így pont így karácsony után, így a két ünnep között, így egy kicsit sokkoló volt nekünk, hát ugye nyilván az első este teljes zéróra lesokkolódtunk mind a ketten, főleg én ugye egyedül itthon aludtam, Bogi bent aludt a kórházba, tehát még csak az sem volt, hogy így egymásra támaszkodhattunk volna, de minden esetre mondom, a lényeg, hogy túl vagyunk rajta, szuper helyen voltunk, és nézzünk egy pár képet, hogy milyen is volt ez a kórház.
wanna be home for the holidays, because home is only home when I'm with you. I wanna be home for the holidays, because home is only home when I'm with you. When I'm with you. Nagyon köszönöm, hogy végignéztetek minket, jobban mondva engem. De nemrég ben voltam a kórházban, és sikerült Bogitól is kicsalnom egy-két szót, úgyhogy azt is felvettem, úgyhogy hallgassátok meg az ő kis üdvözletét is. Nagyon boldog új évet kívánunk mindenkinek. Bujék. Miskis. Miskis bujék. Szóval még egyszer köszönöm, hogy velünk tartottatok ebben az évben is, és remélhetőleg a jövő évben mi is egy kicsit aktívabbak leszünk, és többet meg tudunk mutatni így az életünkből, meg így a környezetünkből, ahol élünk, meg így az országból. Remélhetőleg egy kicsit többet fogunk tudni már mozogni így a koronavírus mellett, és el tudunk menni ide-oda, és meg tudunk mutatni egy-két újabb helyet. Reméljük, hogy a 2021-es év az jobb lesz mindenkinek, és aki egyedül tölti a szilvesztert úgy, mint én, annak, nem tudom, hát kitartást és jó sorozatokat kívánok, vagy nem tudom, vagy nézzen tőlünk meg egy pár videót. Aki pedig családdal tölti a szilvesztert, az pedig legyen nagyon hálás azért, mivel nem úgy kell tölteni, mint nekem teljesen egyedül. De ettől függetlenül én abszolút nem vagyok boldogtalan, hanem nagyon örülök annak, hogy mindenki egészséges a családunkban, és innen is üdvözlöm a családomat, mindenkit, gyerekeket, felnőtteket, és üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon boldog új évet kívánok nektek. Sziasztok!